Köszöntöm a háttérnézőt, már is mondom, hogy mivel készültünk. Első vendégem dr. Völner Pál országgyűlési képviselő lesz, akivel nemzetközi országos politikai helyzetről és természetesen a térségben történt aktualitásokról beszélgetünk. Utána csak kapcsoljuk Csepregi Évát, aki elmondja nekünk, hogy a pandémia időszak után a Neoton hogyan készül a koncertekre, a nyitás után a koncertsorozatokra, és hol láthatjuk őket. Aztán nyitással folytatjuk, mert egy turisztikai szakújságíró, de a Magyar Fürdőszövetség főtitkára is a vendégünk lesz. Maradjanak velünk, már is kezdünk! Már is belecsapunk. Első vendégem dr. Völner Pál országgyűlési képviselő. Üdvözlöm! Köszöntöm a nézőket! Ahogy már megszokhatták, sok mindenről fogunk beszélgetni. Kezdjük talán egy kicsit a szintén nemzetközi helyzetről. Európa, sőt a világon is a továbbra is a legfontosabb kérdés, hogy a nyitás hogyan és miként tudják végrehajtani az országok. Minden nap hallunk új információkat arról, hogy a magyar kormány például mely országokkal egyezett meg arról, hogy két oldalon akár a védettségi kártyával utazhatunk. Azt is láthatjuk, hogy az Európai Unión belül továbbra is az élmezőnyben vagyunk az oltások tekintetében, és a nagy átlag pedig az európai átlag igencsak le van maradva tőlünk. Elkezdődött a 16-18 évesek oltása, és mi a helyzet most vakcinaügyben és az oltások terén itthon is nemzetközileg? Vakcina ügyben azt mondhatom, hogy egyre jobb a helyzet, tehát az is látszik a több mint eltelt egy év tapasztalataiból, hogy oltás nélkül nincs kilábalás ebből a helyzetből, és nagyon jó döntés volt, amikor úgy döntöttünk, hogyha nem elérhetők a nyugati vakcinák, akkor keleti vakcinákat is beszerzünk, ez 3,5 millió plusz ember beoltását teszi lehetővé. Ez azt jelenti, hogy ma Magyarországon, aki regisztrál és be akarja oltatni magát, az hozzáfér az oltásokhoz. Most már lassan odaérünk, hogy választani is tud közülük, illetve választék már van, de lassan mindegyik közül lehet majd választani. Az is látszik, hogy a nyitás, amit eldöntöttünk itt a közelmúltban, nem okozott egyfajta visszafordulást. Az is látszik, hogy amikor márciusban zártunk, akkor zárnunk kellett. Az is látszik, hogy ősszel, amikor fenntartottuk a korlátozásokat, márciusig az is jogos volt. És ezért is teljesen visszás, hogy márciusban ott Újhely István, meg mindenki már azzal jött, hogy nyitni kéne a Jobbik is. Utána azt mondták, hogy a kormány későn cselekedett, amikor zárt. Uszítottak folyamatosan a keleti vakcinák ellen, van egy országgyűlési határozattervezet, amiben kimondottan be akarták tiltani azokat a vakcinákat. És ezt vissza se vonták annak ellenére, és akkor ide a felszólítás ellenére se vonták vissza, ugye a kínai vakcina körül mindenféle rémhíreket terjesztettek, tudjuk, ezt már a Világ Egészségügyi Szervezet is jóvá hagyta. És gyakorlatilag most azt hazudják, hogy ők nem mondták azt, hogy ez... Erről sokszor szoktuk beszélni, azt hazudják, pedig... Nehéz vitatkozni velük, amikor a tényeknek a másik oldalára is hajlandók odaállni. Hát hány videó? Pár hetes áldozása, de a lényeg nem erről szól. A lényeg arról szól, hogy a lakosságnál most már ilyen 4,5 millió körüli számnál járunk. A lényeg az, hogy az 5 milliót elérjük, akkor további nyitások lehetségesek. Nem lesz kikit megfertőzön, úgymond. Ezért csak arra tudunk biztatni mindenkit, hogy minél hamarabb oltassa be magát, és az is látszik, hogy visszakaphatjuk az életünket, újra tud indulni a gazdaság, meg tudjuk látogatni a szeretteinket, el tudunk látogatni a kedvenc helyeinkre, el tudunk menni étterembe, moziba, színházba, ezek mind-mind ilyen, hogy úgy mondjam, ilyen sokat nélkülözött része az életünknek. És erről szól ez a vita, erről szól az, amit a kormány minden erőfeszítést megtesz, hogy ezt visszakaphassa mindenki minél hamarabb. És minden olyan hang egyébként, hogy itt baloldalon már megjelent, hogy gyakorlatilag megfosztják a jogaitól azokat, akiknek nincs oltási igazolványuk. Nem, mindannyian meg voltunk fosztva ettől a jogtól, és gyakorlatilag ezzel nyerjük vissza. Vagy miért baj az, ha Magyarországon van oltási igazolvány, amikor az uniós azt pedig ilyen áhítattal várják, a többi országba is bevezetik, ezért tudunk bilaterális kétoldalú egyezményeket kötni, hogy tudjunk menni nyaralni, ki tudjunk szabadulni, ők ide tudjanak jönni. Tehát kell egyfajta regisztrációja annak, hogy ki milyen állapotban van. És azok, akik a tesztekre hivatkoznak, azok tévúton járnak. Több mint egy évig tesztelték a világot, nem gyógyult meg tőle senki. Szlovákiában tömeges tesztelés volt, utána tört rájuk a harmadik hulláma a járványnak. Tehát nem védett meg senkit semmitől, hogy van egy pillanat felvételünk, amikor mozog a világ. Ennek ellenére a hazai ellenzék leginkább nyilván az oltás ellenes retorika kapcsán pörög, a másik pedig nyilván az, hogy
elkezdődik a miniszterelnöki előválasztás, illetve a választókerületekben az előválasztás. Ugye ezt nagy csinadrattával be is jelentették a héten, és már lassan szavazni is lehet. Mi a véleményük, a kormányzó pártnak mi a véleménye az ellenzék, az összbaloldal elfajta előválasztási folyamatáról? Ez egy őrült színjáték. Szerintem már rég elosztották, hogy ki hol lesz. Az is biztos, hogy Gyurcsány Ferenc a főnök, és ő fogja megmondani, hogy ki lesz a miniszterelnök jelölt. Az is teljesen mindegy, hogy ki lesz a miniszterelnök jelölt. Volt egyszer egy Medgyessy Péter nevű miniszterelnök jelölt, akit aztán nagyon gyorsan le is vettek, tehát gyakorlatilag is akkor lett Gyurcsány Ferenc a miniszterelnök. Tehát az számít, hogy a háttérben kik, miről és hogyan egyeznek meg. Ez a baloldalnak egy régi sajátossága egyébként. És hát a választókerületekben is ugyanígy osztják el a helyeket, tehát van egy ilyen névleges választási látszat, kampány, meg tevékenység. Meg kell nézni, hogy hol van olyan, hogy két fajsúlyos versenyzőt összeengednek. Azt is meg kell nézni, hogy rögtön mindenki akkor beáll a másik mögé. Tehát ugye azt mondják, hogy hat fejű sárkány, ugye ez az ellenzéki összefogásnak nevezett képződmény, hogy miért nem hat jelölt indul el az előválasztáson. Meg azt is mondták, hogy a civileket is be fogják vonni, mert ahol a civil jelölt a jót. Nézzük majd meg, hogy hány civil jelöltjük lesz egyébként a 106-ból. Tehát azért mondom, hogy amikor neki mennek, ilyen nagy déreldúrral, nagy kijelentéseket tesznek, és akkor gyakorlatilag olyan, mint a babakocsi gyárból hazavitt alkatrészekből mindig Kalasnyikov lesz, amikor Iván hazaviszi, hogy a családnak legyen egy babakocsia, nem lesz belőle. Hát igen, ez érdekes lesz, és majd nyilván sok mindent fogunk ezzel kapcsolatban is látni. Aztán térjünk rá egy kicsit ide, kicsit közelebb hozzánk a térségben, a régióban az elmúlt hetekben. És számos dolog történt, itt az RTVN is beszámoltunk a híradóban, például azokról a vidékfejlesztési programokról, vagy éppen a templom felújításokról, amelyeket már a kormány egyébként korábban is elkezdett. Hát kezdjük, vagy folytassuk ezzel. Mik voltak ezek? Hát ez látszik, hogy a járvány ellenére a kormány nem megszorításokat alkalmaz, vagy a gazdasági nehézségek ellenére, mint ezt 2010-ben éppen az összefogásnak a jelöltjei tették. Ugye Dobrev Klára is mondta, hogy ők elhibázták, mert nem az embereknek segítettek, hanem a bankoknak. Most nem a bankoknak segítünk, hanem a munkáltatóknak. Gyakorlatilag azok a beruházások, amelyek folynak, munkahelyeket jelentenek, az építőipari kis- és középvállalkozásoknak nyújtanak segítséget. Ebbe tartozik persze az épített örökségünknek a megújítása, tehát ezeknek a vidéki kisebb templomoknak. Körülbelül ezek ilyen 15 milliós értek határig benyújtott pályázatok voltak, amelyeket a kormány befogadott, ez egy 25 milliárdos országos felújítási program. Ebben benne van Esztergom, Csolnok, Úny, sorolhatnám tovább. Únyan találtuk meg azt a helyet, ahol Soltész Miklós államtitkárulat el tudtuk hívni, aki gyakorlatilag a programnak a teljes méretét feltárta, így mondjam, a sajtó előtt. És ezek nagyon fontosak, mert a saját településünkre gondolunk, kell egy jellegzetes épület, a templom biztos, hogy mindenkinek eszébe jut. Tehát ezt nem szabad hagyni, hogy romosodjon, tönkre menjen. Minden generációnak hozzá kell tenni a munkáját ahhoz, hogy ugyanúgy, hogy a szüleink, a nagyszüleink erre emlékeznek, mi is, meg a gyerekeink is ugyanezeket az értékeket tudjuk továbbadni. De legalább ilyen fontos a gazdaság számára nyújtott támogatások, beruházások gyakorlatilag soha nem látott mértékben kapnak támogatásokat. Ennek köszönhető, hogy például a márciusi foglalkoztatási adat 40 ezerrel magasabb volt, mint az egy évvel ezelőtti. Tehát akit azt állítja, hogy itt süllyedünk lefele, azok nem mondanak igazat, mert a számok, a KSH által, Eurostat által kiadott számok mind-mind ennek mondanak ellent. És hogyha már itt tartunk, illetve lehet, hogy oda is mondhattuk volna, a vakcina és ugye a pandémia helyzet alatt azok, akik az egyik legtöbbet tettek azért, hogy értünk dolgozzanak, ugye az egészségügyi dolgozók, az orvosok, ápolók, nővérek, próbálnak egy gesztus szinten, indult egy ilyen kezdeményezés, amit ön kezdett el. Ez egy olyan dolog, amivel nyilván egyfajta hálát tudnak feléjük mutatni. Mi ez egészen pontosan? Hát emlékszünk arra a botrányra, amikor valamelyik mentős éppen vett magának ebédet, és igen, akkor valami őrült feljelentette, hogy ahelyett, hogy menteni menne. Könyörgöm, nem járnak ők mindig menteni, tehát van, amikor beteget szállítanak, van, amikor egyik helyről mennek át a másikra. Ők is emberek, nekik is étkezniük kell. És ugye ebből lett egy ilyen felháborodás jogosan a közösségi médiában.
És ugye innen jött az ötlet, hogy vigyünk egy pizzát mi is, hogy kifejezzük, hogy a hálánkat vagy az odafigyelésünket a mentősöknek. Megjegyzem, egyébként 5 pizzát rendeltünk, amikor megtudták, hogy a mentősöknek lesz, rögtön adtak 6-ot, tehát még az étterem is hozzá akart járulni. És akkor itt a esztergomiak elmondták, hogy ilyen apró problémáik vannak, hogy a mosógépük tönkre megy, akkor talán a vízvezetékkel van valamilyen problémájuk, és innen jött az ötlet, hogy akkor szerezzünk be egy ilyen mosó és szárítógépet, hogy hát felgyorsítsuk egy kicsit ezt a cserét, hogy úgy mondjam. És akkor úgy tudom, már polgármester úr Hernádi Ádám is felvette velük a kapcsolatot, hogy az önkormányzat is segít az épület kisebb hiányosságainak az orvoslásában. Tehát szerintem ezek jó gesztusok. De ugyanígy a kórházzal is próbálunk most éppen a Mahartot és a kórházat próbálom összehozni, hogy a kórházi dolgozókat vigyék el egy hajókirándulásra, akik helyt álltak az elmúlt egy évben, egy hétvégi program keretében, és nagyon pozitívan áll hozzá mindenki ezekhez a kezdeményezésekhez. Tudjuk, hogy egyébként az egész Dunakanyari hajójárat dolog is egy nagyon kedvezményes tarifával majd újraindul júniusban. Esztergom ugye a Dunakanyar főváros itt a felső végpontja. Úgyhogy én mindig nagyon örülök annak, hogy mennyi pozitív érték, mennyi pozitív érzelem és hozzáállás van az emberekben, és ez a legfontosabb az országban. Tehát kicsit így furcsa is, hogy ez a politikai szféra, ez inkább a csapkodásról, meg az egymás, hogy úgy mondjam, minősítéséről szól, és amikor az ember ugye találkozik azzal, hogy egyébként pedig az embereknek nem ez a része a fontos az életüknek, legyen munkahelyük, megfelelő fizetésük, el tudjanak menni nyaralni, a gyerekkel ne legyen probléma, tehát, igen. És ezért kell tenni, és ezért kell cselekedni, én mindig ezt tartom a szemem előtt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk, és hogy ezekről beszélgettünk, és természetesen várjuk vissza legközelebb is. Köszönöm a lehetőséget. A mai műsorban leginkább a nyitásról beszélgettünk, hála Istennek, és a nyitás nagyon sok mindent vonhat maga után. Többek között azt is, hogyha oltakozunk, és rendelkezünk majd a védettségi igazolvánnyal, visszatérhetnek az életünkbe akár a mozi, a színház, sőt, a koncertélmények is. Hát ezt az előadók is, és a művészek is nagyon várják. Köztük Csepregi Éva is. Szia Éva! Köszönöm, hogy itt vagy velünk! Szia, én is köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket. Gondolom, jól mondtam azt is, hogy nem csak mi várjuk, hogy akár egy nagyon jó Neoton koncerten újra ott lehessünk, hanem ti is. Hát természetesen most már ez több mint egy éve várjuk, és készülünk is rá nagyon, úgyhogy most már a zenekarban is gyakorlatilag mindenki be van oltva. Ezt vártuk, azért egy kicsit elhúzódtak így a dalaink felvételei is, mert mindig próbáltuk ehhez igazítani a stúdióidőket, aztán gyakorlatilag a próbákat, majd ugye a Dávidék esküvői után kezdjük, mert hát a fiamék ugye összeházasodnak a jövő héten, úgyhogy a jövő hét az erről fog szólni, de utána ezerrel elkezdünk próbálni, úgyhogy nagyon, nagyon reménykedünk. Egy kicsit tartunk tőle, hogy majd hogy tudják, hogy ezeket az oltási igazolásokat majd ellenőrizni ezeken a koncerteken. Hát nyilván ennek is ki kell alakulnia, hogy pontosan mi lesz ennek a menete. Úgyhogy ez még egy kicsit olyan képlékeny. De minden esetre azért sok előadás van lekötve. Leszünk a plázson, leszünk például az Agárdi Pop strandon, aztán Balatonbogláron. Sokat leszel a Balatonon, de minden évben ez így van, ugye? Ezt jól tudom? Igen, igen. Most egy-két éve Zamárdi érdekeltségű is lettem, mert van ott egy kis apartman, amit nagyon szeretünk, nagyon sokat használjuk, téli időben is. Hát pláne így, hogy jön a nyár. Úgyhogy én Zamárdit azt különösen nagyon imádom, de hát a gyerekek is szeretik. Úgyhogy Balatonboglár az ugye az visszatérő helyszín, sőt még hát a plázs is, mert a plázs is olyan, hogy
tavaly is lettünk volna, és oda szeretnek hívni bennünket. Igen, hát ez óriási, és ami még nagyon fontos, hogy persze oké, hogy neked iszonyatos rutinod van már ebbe az egészben, de azért gondolom nektek is kellett úgymond karban tartani, edzeni úgymond arra, hogy majd eljön az az idő valamikor, amikor vissza kell térni. Ez hogy telt ez az időszak, a felkészülés időszak? Hát amikor tehettem, akkor elég sokat jártam énekórára. Van egy nagyszerű énektanárnőm, aki a Nádor Magda, és még a rosszban egy jó is, hogy így tudtam egy kicsit karban tartani, vagy tovább fejleszteni talán a hangomat, mert ugye azért gondoljátok el, hogy most már nem is tudom hány éve, 45 éve, vagy mit tudom én hány éve énekelek egyfolytában, tehát ez mindig egy újabb és újabb feladatot ad, hogy az ember tényleg karban tartsa a hangszálát, és hát persze rosszabb időszakok is voltak, de ez most valahogy úgy érzem, hogy egy kicsit hasznomra vált, hogy oda sűrűbben eljárhattam. Úgyhogy aztán voltak mindenféle felvételek, a stúdiózás az például nagyon hiányzott, és elég régóta nem volt, ugye utoljára a Dávidnak a dala volt, a Titok című dal, amikor stúdióban dolgoztam, és most is írt egy dalt erre a Neotonos lemezre, úgyhogy most 11 dal készült, azt nagyon élveztem, hogy ott ugye ezeket a dolgokat mind kipróbálhatom, meg egyáltalán énekelek, akkor egy kicsit ukulelézni tanultam, amit majd talán meg tudok mutatni egy-két helyzetre. Szóval igazából csak úgy ilyen magamtól csináltam, meg festegetni tanulok. Olyan szerencsém van, hogy itt a lakóparkban van egy nagyszerű festőművész, és ő csinál ilyen kurzusokat, úgyhogy mondtam, hogy foglalkozzon egy kicsit velem is, úgyhogy lefestettem egy fényképet, amit csináltam még tavaly előtt, és most a Charlie-t, a kutyámat festegetem. Na, mindig is érdekelt téged, gondolom, ez a fajta, ugye a festészet? Érdekes, hogy nem gondoltam rá, mert azt mondtam magamban, hogy én soha nem tudtam rajzolni. És aztán, hát nem titok talán, hogy én szeretek néha elmenni asztrológushoz, és akkor a barátnőm, aki már barátnőm, mi a Vanzsát, asztrológus barátnőm mondta, hogy próbáld ki, benne van, tehát ott van, és csináld, és akkor így rászántam magam, hogy kipróbáljam, és tényleg elég sokat foglalkozom vele, úgyhogy azt mondta Bernadett, hogy Istók Bernadettnek hívják egyébként, hogy van tehetségem hozzá. Hát azért nagyon sokat kell odafigyelnie őnek is rám, a színek keverése, meg az arányok kiszámítása, meg ilyeneket azért meg kell tanulni. Na és akkor egy picit, ugye azt nem titok, azt az országos sajtóban is olvastuk, most az előbb említetted a fiad esküvőjét, ugye ez egy nagyon-nagyon nagy esemény lesz a ti családotokban, az életetekben, és ott mondhatni azt, hogy ezután a felemelő esemény után pedig belevágtok, akkor tényleg a nyári turnéba. Így van, hát a Dávid esküvője az most egy kicsit hát beárnyékolja az, hogy pont egy héttel később engedik a lakodalmakat. Igen. Mint ahogy tervezve volt sajnos, de ők ezt a dátumot valamiért nagyon kinézték maguknak, ezt a 22-ét, és hát ugye meg lesz maga az összeesketés, és szeptember 25-re fog csúszni, mert akkor volt a rendezvény helyszínnek még időpontja. Úgyhogy addig átrakjuk a bulit. Meg akkor hát én próbálom nem dramatizálni ezt a Dávidéknál, de hát ők azért egy kicsit el vannak kenődve emiatt. De hát minden esetre Hitli Dóri lesz a Dóriból, úgyhogy ez biztos. Na. És utána csinálunk egy kis ebédet, vagy valahol ilyen szűk körben. Na. És akkor utána tényleg belevetjük magunkat. Én hamarosan, meg hát Dávidék is megkapják az utolsó, illetve a második oltást, mert csak az elsőt kaptuk meg, és akkor reméljük, hogy mindaz, ami a naptárban benne van. Azt hiszem, hogy Fóton lesz egy érdekes előadás, ahol csak négyen leszünk a zenekarból. Igen. Az negy harmadikán lesz, és akkor a Dávid meg külön fog föllépni a gitárosával, a zenekarából a gitárosával, úgyhogy ez egy érdekes dolog lesz, és akkor így egy két nappal elhalasztjuk
az oltást. Aha. Ja, értelek. Na, utána már aztán tényleg megvesz a teljes védettség. Még egy, a végén egy annyit, hogy sokakkal beszélgettünk már, és sokak életét nyilvánvalóan nagyon megváltoztat ez az időszak. Ha valamit kéne mondani, te mit látsz ez a másfél év óta, mi az, ami a legjobban megváltozott az életedben? Nézd, nekem ez olyan volt, mint amikor egy gyors futó előtt a képen a finisben van, leengednek egy betonfalat, és úgy oda csapódunk. Tehát gondolom, hogy nagyon sokan vannak így vele, hogy hasonlóakat éltek át a különböző foglalkozásokban, különböző helyzetekben. Én azt tudom mégiscsak javasolni mindenkinek, hogy valahogy magából kell kiindulnia, magát újra felépíteni. Nagyon sok erő kell ehhez, de ez egy majdnem, hogy egy háborús helyzet volt, amiből ki kell egyszerűen emelni magunkat, hogyha ha saját hajunkba kapaszkodunk, és úgy rántjuk ki magunkat, akkor is, mert az embernek az egyik legszebb tulajdonsága az élni akarás, és az, hogy boldog legyen. Tehát ez a nagy feladatunk ebben az életben, hogy boldogok legyünk, és szeressünk élni. Úgyhogy egy picit magunkba kell nézni, és feltárni mindazt, ami eddig elmaradt, és talán most van időnk rá, és tudjuk pótolni, és akkor olyan sok örömet ad az élet még nekünk. Most én is ugye rászántam magam, hogy a Csöpi, a kiskutyám elvesztése után újra belevágjak, és legyen egy kiskutyám, és hát ő is nagy örömet okoz. Úgyhogy én azt mondom, hogy bátran kell álmodozni ilyenkor, és újra megvalósítani az álmainkat. És akkor talán visszatérünk tényleg arra az útra, amiről letérített minket ez az egész dolog, úgyhogy ez egy nagyon jó gondolatmenet, amit mondtál. Éva, nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, sok erőt, kitartást, és egy nagyon-nagyon mozgalmas nyarat kívánunk neked, nektek. Hát nagyon szépen köszönöm az érdeklődést is, úgyhogy örülök, hogy itt lehettem, és hát remélem, hogy jöttök majd, amikor látjátok, hogy hol leszünk. Az úgy lesz, úgy lesz. Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek! Egy nagyon kellemes témával folytatjuk, a nyitás és a turizmussal kapcsolatban a Magyar Fürdőszövetség főtitkára, Balogh Zoltán a vendégem. Szervusz Zoli, ugye ismerjük egymást jó rég, úgyhogy tegeződni fogunk. Örülök, hogy eljöttél hozzánk. Szervusz, köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a televízió nézőit. Nyitás kapcsán kezdjük a beszélgetést. Hát hosszú téli álmot aludtatok, nem is téli álom volt ez, ami biztos, hogy majd el is kitérünk, okozott némi kárt is ebben az ágazatban, de most bíztok abban, és bízunk abban, hogy a folyamatos oltakozásnak köszönhetően hamarosan visszatérhet az élet, talán a régi kerékvágásba. Így van, a startpisztoly eldördült, gyakorlatilag elérte a 4 millió beoltottat a szint. Ilyenkor ugye mindig valamiféle változás történik, amikor egy bizonyos határt elérünk. Hál' Istennek bekövetkezett az, hogy a strandokat, fürdőket, különböző szabadidős létesítményeket látogathatják a vendégek, úgyhogy május 3-ával nyílott meg a lehetőség, hogy nyissanak a fürdők. Ugye nem nyitott meg mindenki egy időben, különböző feladatokat kell nekik végrehajtani nyitás előtt, illetve különböző tematikájú fürdők is vannak, nem mindegyiknél adódott éppen a nyitás, de a lehetőséget kihasználva nagyon-nagyon sokan nyitottak, és ahogy mondtad, a téli álom az egy nagyon jó kifejezés volt, hiszen ez november 11-től tartott ez az időszak, azaz közel fél év volt, ami valóban súlyos terhet rót az üzemeltető nyakába. Nagyon vártuk a vendégeket, nagyon vártuk, hogy nyithassunk, de hál' Istennek a vendégek is nagyon várták, hogy nyissunk, úgyhogy nagyon jól telt az elmúlt hétvége, meg azt megelőző hétvége azoknál is, akik már nyitottak. Ezt akartam kérdezni, hogy milyen volt a nyitás, és azért beszéljünk arról, hogy jelenleg milyen feltételek mellett lehet látogatni a fürdőket. Jó, egy picit keménynek tűnik a jogszabály, ugye a 194-es kormányrendelet szabályozza a fürdő és szabadidős létesítmények látogatásának a feltételeit. Ez kifejezetten védettségi igazolványhoz kötött, ami azt jelenti, hogy nem elég a kis igazolás, amit az oltáskor kapunk, hanem maga a plastikkártya
kell, felnőtt csak ennek a birtokába jöhet be, az ő kíséretében levő 18 év alatti személy jöhet még enélkül is, hiszen még a fiatalokat nem oltják, most indul el a 16-18 éves, vagy indult el éppen az oltása, de egyelőre a gyermekek jöhetnek így, illetve a korábbi szabálynak megfelelően megmaradt, hogy az igazolt sportolók, de kifejezetten csak edzés céljából, illetve versenyzés céljából jöhetnek védettségigazolás nélkül, normál magánszemély csak annak birtokában, és ugye természetesen közegészségügyi szempontból is komoly terhet ró ez a jogszabály, vagy terhet tesz a jogszabály a fürdőkre, gyakoribb fertőtlenítés, fokozatos vagy folyamatos vízellenőrzés, illetve egyéb olyan feladatok, ami biztosítja, hogy a bentlevők biztonságban legyenek. Azért nem győzöm hangsúlyozni, hogy a kezelt vizekben gyakorlatilag a vírus terjedésének kockázata nulla, hiszen ezt azért nagyjából mindenki tudja, hogy valamilyen klórapuszerrel történik a vizeknek a kezelése, illetve most már van arra is megoldás, hogy a gyógyvizeket, amelyeket egyébként ugye nem forgatunk, hanem töltőrítő rendszerben működő gyógymedencéket is kezeljük olyan szerrel, ami a vírust is öli, illetve fertőtlenítő a medencevizét, úgyhogy én mindenkit biztatok, hogy jöjjön, de kérem, hogy tartsa be a szabályokat. Ha betartjuk a szabályokat, tulajdonképpen mindent ugyanúgy élvezhetünk, és használhatunk, mint ami se történt volna, ugye? Pontosan, nagyon jó a kérdés, mert tavasszal nem így volt, akkor ugye fokozatos nyitás volt, nem lehetett mindent egyszerre használni, most viszont kül- és beltéren egyaránt minden medencét lehet használni az eredeti befogadó képesség szerint, csak arra kérjük a vendégeket, hogy lehetőség szerint tartsanak egymástól távolságot, csak az egyháztartásban élők legyenek közelebb, de természetesen minden szolgáltatást adunk, legyen az szauna, vagy élménymedence, vagy csúszda, vagy pedig gyógymedence, bármi. Akkor beszéljünk egy kicsit magáról a fürdő kultúráról. Azért Magyarország, és hogyha majd a régiónkat akarjuk közelebbről górcső alá venni, akkor Esztergom a Dunakanyar, azért te, amellett, hogy főtitkár vagy, azért egy fürdőnek az élén is vagy, tehát igazgatod Leányfalun. Igen, így van. Szóval azt hiszem, hogy Magyarország nem csak Európa, de a világszínvonalon is a fürdők tekintetében ott van az élmezőnyben. Ugye én azt szoktam mondani, hogy ott van a világon igazán fürdőkultúra, ahova eljutottak a rómaiak. Hozzánk ugye eljutottak, ezt tudjuk. Aztán ezt tudtuk fokozni azzal, hogy a törökök is ide jutottak, igen, hiszen nekik is egy kicsit speciálisabb, de mégiscsak nagyon érdekes fürdőkultúrájuk volt. Úgyhogy ennek köszönhetően Magyarország, nem csak ennek köszönhetően, ugye a természeti adottságainak, illetve a hévizeinek köszönhetően is fürdő nagyhatalom, de világszinten ismert. Viszont talán pont ez a világszinten ismertség okoz a legnagyobb fürdőinknek most komoly gondot, hiszen nyitottunk, erről beszéltünk az elmúlt percekben, de ez elsősorban a magyar lakosságot érinti, hiszen külföldiek még csak korlátozottan kisebb léptékben jöhetnek be hozzánk, hiszen néhány országgal van két oldalú megalapodásunk, a többiek nem, úgyhogy a világszinten ismert turizmusra építő fürdők jelenleg még nagyon messze vannak attól, hogy elérjék a korábbi működési szintet, még egy kisebb települési fürdő, ugye említetted, hogy én Lányfalun vagyok, én nem panaszkodhatom, nagyon jól sikerült az első hétvégén, nagyon sok vendég volt, várták, az időjárás is kedvező volt, úgyhogy ha olyan nyarunk lesz, mint amilyennek egy nyárnak lenni kell, akkor a belföldi turizmusból eredő bevételek azért tudják kompenzálni jelentős mértékben a külföldit, illetve nagyon bízunk benne, hogy a nyári időszakra újabb lazításokat követően már a külföldi turistáknak legalább egy része megjelenik Magyarországon. Az is fontos, ugye, hogy lehet, hogy a nyitás kapcsán több helyen akciók is várhatóak, tehát ne tagadjuk, hogy akik elmegyünk fürdőkbe, nyilván fontos az ár is, tehát mindenki pénzből él. Elképzelhető, hogy a nyitás kapcsán, vagy a belföldi turizmus megerősítése kapcsán egy-egy kedvezménye is találkozhatunk országszerte? Egyedi akciók lehetnek, én inkább azt mondom, hogy áremelés biztosan nem fog megvalósulni. Ugye a fürdők most nagyon nagy kedvezményeket nem tudnak adni, hiszen az elmúlt fél évben semmi bevételük nem volt. Tehát tényleg ez az időszak arról szólt, hogy túléljenek, de különböző egyéb programokat szerveznek, illetve én azt gondolom, ami nagyon-nagyon fontos, az a Széchenyi kártya átjárhatósága. Igen. Ugye most gyakorlatilag bármilyen zsebből lehet fizetni, és azért a munkavállalók jelentős része nem tudta olyan mértékben költeni a kártyán felhalmozódott összeget az elmúlt mondjuk fél évben, mint korábban, ezért ezeket a vendégeket nagy szeretettel várjuk. Őket is, nem csak őket.
Egyébként hogy érdemes választani, mert ugye rengetegféle fürdő van. Igen. Nyilván vannak az idősebb korosztály, vannak az egyedülálló párok, vannak a nagycsaládosok, talán ez egy nagyon fontos dolog. Hogyan kell, hogyan válasszunk fürdőt magunknak? Köszönöm ezt a kérdést, mert sokszor látom azt, hogy mondjuk bemennek egy wellness helyre kisgyerekkel, és ugye ott a gyerek nem érzi jól magát, mert egy pihenőmedencében nem ugrálhat, mert ugye a wellness arról igen. szól, hogy relaxálunk, pihenünk, lazítunk. Hát ha egy gyerek meg nyugodtan ül a medence sarkába, akkor vele valami baj van, életkori sajátossága, igen. hogy ő nyüzsög, ugrál, pancsol. Gyereket vigyük egy olyan fürdőbe, ahol ő is jól tudja érezni magát, mondjuk egy élményfürdőbe, illetve az utóbbi években megjelent új beruházások tömkellege készült egyébként ilyen módon Magyarországon, ahol vizes játszóterek, sprayparkok készültek, ahol a gyerekek órákat el vannak, ugye tudjuk, mi még a pocsolyába ugrottunk, vagy pancsoltunk a közkútnál, itt ezek a vizes játszóterek jelentenek nekik különleges élményt, meg hát a csúszdaparkok azért még mindig nagyon, nagyon népszerűek, és akkor csapunk át az idősebb korosztályra, a fürdők, élményfürdők azért az esőkben is szóba jöhetnek, de aztán megyünk el a wellness felé, illetve a gyógyvizek felé, és ugye sztereotípia, hogy az idősek ülnek a gyógyvízben megfáradt csontjaikat áztatva. Én magamról tudom, bár a hajam alapján már azért látszik, hogy nem mai vagyok, de rekreációs célból is edzés után kiváló egy gyógyvíz, ugye sportolóink ezt bizonyítják, úgyhogy én mindenki tudok arra biztatni, hogy igényei szerint, illetve lehetősége szerint válaszon, óriási a paletta Magyarországon, kedvenc fürdője honlapján nézze meg, hogy éppen mi az a szolgáltatás, amit igénybe tud venni, és e szerint döntsön. Egy picit még arról, hogy a pandémia ideje alatt nyilván korlátozva voltunk, és itthon, vagy tehát a belföld adta lehetőségeket ki kellett használni. De én azt gondolom, hogy ez egyben egy nagyon jó dolog, mert ismerd meg hazádat, ugye? Nagyon sok olyan ember volt szerintem, aki életében nem gondolta volna, hogy micsoda fantasztikus helyek vannak itthon. Szóval azt akarom kérdezni, hogy ha már a rosszban valami jót kell nézzünk, a belföldi hazai turizmus a pandémia után egy kicsit jobban talán előtérbe helyezte a hazai fantasztikus helyeket? Mit gondoltok? Hát kedvenc szamat fogalmak, az brutális mértékben megnőtt. Ugye tényleg ennyi kiránduló embert nem láttunk, mint ebben az időszakban, fölfedezett különböző rejtett kis kincseket, és eljutottak, ha már a fürdőknél maradunk, olyan kis fürdőkbe is, amit eszágában nem jutott volna meglátogatni korábban. Ugye most a tavaly nyáról beszélek, mert ugye ősszel, novemberbe be kellett zárni, és most is azt látom, hogy nagy lelkesedéssel jönnek az emberek. Elindul a belföldi turizmus nem csak a szállodák, hanem kempingek, lakókocsi, lakóautó vonatkozásában, és ezek mind-mind egy-egy fürdő mellett vannak, hiszen maga a szálláshely nem attrakció mellé, alapvetően a fürdő adja az attrakciót, és ez a belföldi turizmusban jelentkezik, és ahogy előbb mondtam, a szép kártya fölhalmozódott összeg azért nagyon segít a mi ágazatunknak, illetve segít a lakosságnak abban, hogy mondjuk értelmesen elköltse ezt a pénzt, mehet, költheti fürdőben, hotelben, bárhol. Ez fontos most. Nagyon picit a végén a Fürdőszövetségről egy picit, ugye annak vagy a főtitkár most már több mint 2 éve. Így van, hát 18 augusztus óta, úgyhogy most már harmadik éve. Van. Mi a legfőbb feladatotok nektek? Hát a Fürdőszövetség jogi formáját tekintve egy egyesület, fürdőüzemeltetőket fogja össze, alapvetően érdekképviselet, lobby, jogszabály előkészítésben is részt veszünk, illetve üzemeltetésben tanácsokat, segítséget adunk a fürdőknek, nem feltétlenül effektív műszaki tanácsokat, de egyébként hasonló módon működünk, mint egy önkormányzat, különböző bizottságaink vannak, amelyek az adott szakterületen fontosak, illetve talán ami a legismertebb tárkörben is, az a fürdők minősítők védjegyének az üzemeltetése, ugye ez egy hasonló minősítési rendszer, mint a szállodák esetében, ugyanúgy csillagokkal honoráljuk a fürdőket különböző kategóriákban, nagyjából ugye előbb végig is mentünk mindegyiken, minősítjük a fürdőket, és ezt az MTÜ-vel közösen adjuk ki ezt a tanúsító bizonyítványt, aminek igen. természetesen rendszeresen felülvizsgálatára is szükség van, és ezt is mi végezzük. Na hát azt kívánom, hogy legyen sok ilyen feladatotok, mert az azt jelenti, hogy akkor működik a rendszer, és élvezzük a fürdő adta pihenési lehetőségeket, újra visszatérhetünk oda, a szabályokat tartsuk be, szerintem azért nem olyan bonyolult, és akkor mindenki talán egy picit elfelejtheti ezt a sok rosszat, ami az elmúlt így van, időszakban. Várunk mindenkit, mert azt gondolom, hogy egy meleg vízben, mondjuk egy csillagos estén, de akár fényes nappal is úgy el tudja elengedni a mindennapi gondjait, hogy csak. Úgyhogy
jöjjenek. Oltakozzanak, és aztán jöjjenek. Így van. Zoli, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lettem, és bármikor jövök, hogyha hívtok, bízom benne, hogy még lesz rá lehetőségem. Kis Robert Richard turisztikai szakújságíróval folytatjuk a nyitás kérdését. Legutoljára, amikor találkoztunk és beszélgettünk, akkor sajnos még a zárások körüli mizériákról ejtettünk szót, de most talán tényleg szó szerint fölcsillant a remény, és talán már el is indult valami. Leginkább belföldi turizmusról beszélhetünk, ezt már többször hallottuk. Mi a helyzet a nyitás óta, mit tapasztalhatunk itthon? Láttuk azt, hogy szinte euforikus hangulatban voltak azok, akik az első szabad estén kimentek és elfoglalták a kerthelyiségeket a vendéglátóhelyeknél. Az biztos, hogy nagyon várunk már a nyitásra, várunk arra, hogy végre tudjunk nyaralni, menni. Abból is látszik, hogy mekkora erre az igény, hogy a különböző településeknél a felkapott szállodák azért júliusban, augusztusban már 70-80%-os töltöttséggel is büszkélkedhetnek. Azért teltházról korai egyelőre beszélni, de megjósolhatom, hogy mondjuk a Balaton környékén július-augusztus időszakában nem lesz olyan egyszerű jó szállást találni. Tehát ilyen téren biztos, hogy örülünk a nyitásnak, a belföldi nyitásról mindenképpen beszélhetünk, fokozatos, óvatos, de jó irány az, amit képviselünk. A külföldet illetően nyilván azért még kérdéses, hogy hol fogunk tudni elmenni, nyaralni. Azt már látjuk, hogy Horvátországban valószínűleg védettségi igazolványal plusz a kis cetlinkkel, ami az oltottságot igazolja, majd el fogunk tudni menni karanténkötelezettség nélkül nyaralni. Törökországba utazhatunk, vélhetően majd Görögországba is, Szerbiába, Montenegróba szinte egészen biztos, hogy ha oltási igazolványunk, védettségi igazolványunk van. És azt gondolom, hogy folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy azért az Európai Unió kedvelt üdülőparadicsomai nyitnak, a nagy olyan országok, ahol az idegenforgalom a GDP jelentős részét adja, nagy fogadó országok szintén nyitnak. Tehát azt hiszem, hogy nyáron már fogunk tudni válogatni jó pár külföldi hely közül is. Ráadásul, ha szeptembert, októbert nézzük, akkor valószínűleg még Japán, az Egyesült Államok is megnyitja majd arra az időszakra a turisták előtt a határokat. Tehát mindenképpen azt látjuk, hogy most már optimistábbak az emberek, bár hozzáteszem, hogy korán sem tudunk olyan egyszerűen külföldre utazni, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt. Erről azért legutóbb beszélgettünk, hogy ha el is kezdődik majd az élet helyreállítása, azért itt még komolyan évekbe telhet az, hogy visszálljon minden az eredeti körforgásba. Ha egyáltalán visszáll. Ha egyáltalán visszaáll, pontosan, hiszen most még azt látjuk, hogy persze utazhatunk, de igazolvány kell hozzá, ott szükséges majd a maszkviselés, a legtöbb helyen a kötelező távolság betartása, nem biztos, hogy minden szolgáltatás ugyanúgy elérhető lesz. Tehát azt látjuk, hogy még egyáltalán nem az a felhőtlen pihenés minden esetben a nyaralás, ami majd talán valamikor ismét lesz, adja Isten, hogy legyen egyáltalán, bár most beszélgettem egy olyan fiatal emberrel, aki azt mondta, hogy hát lehet, hogy soha nem lesz már, mert annyira elkeseredettőnek látja a helyzetet. Én optimistább vagyok, és azt látom, hogy az, hogy már el tudunk menni majd a Tiszató környékére, Esztergomba, Sopronba, vagy akár Szegedre pihenni, nyaralni, az már egy eredmény önmagában. És az, hogy lesznek olyan külföldi országok is, ahol turistáskodni tudunk karanténkötelezettség nélkül, viszonylagos biztonságban, az is egy eredmény. Tehát mindig ugye azt kell nézni, hogy honnan indultunk, és akkor merre felé tartunk. Nem biztos, hogy vissza kell vágyni feltétlenül azokra az időszakokra, amikor oldalazva tudtunk menni Velencében a Rialto híd környékén. Azt látom, hogy azért a nyitás az fokozatos, de megtörténik szinte mindenhol, és ahol nem történik most azonnal a nyitás, például Törökország, ott általában azért szigorítanak, hogy majd a július-július-augusztusi szezonra fogadhassák a turistákat. Hiszen a nyár az azért is valószínűleg jó lesz már, mert hogy addigra már azért az oltottság a legtöbb országban eléri azt a szintet, hogy már nagyon sokan viszonylagos biztonságban tudhatják magukat. Ráadásul ugye a koronavírusban megbetegedettek száma is olyan szintű lesz, hogy természetes védettség kialakul sokakban, hiszen szerencsére azért a legtöbben átvészelik viszonylag kisebb problémákkal. És a harmadik dolog pedig az, hogy a nyarat nem szereti a koronavírus. Azért láttuk ezt tavaly is, hogy júliusban, augusztusban nem tudott úgy teret nyerni. A negyedik dolog meg az, hogy az idegenforgalmi szolgáltatók már nem igazán bírnának ki még egy olyan időszakot, mint a tavalyi, és azért lássuk be, a lobby erejük is erős, minden ország, minden kormányzatánál,
meg hát az idegenforgalomból élőknek a mindennapjaikra is gondolniuk kell, és nekünk a társadalomnak is gondolnia kell rájuk, hiszen azért komoly százalékot képviselnek, ha összességében nézzük azt, hogy hányan élnek az idegenforgalomból közvetetten vagy közvetlenül. Ezt az iménti beszélgetésben, amikor a Magyar Fürdőszövetség főtitkárával beszéltünk, megkérdeztem, hogy az elmúlt egy-másfél éve a pandémia mennyire változtatta meg a szokásainkat ugye az utazás terén, illetve a fürdők használata terén, tehát hogy itthon fedeztünk föl, nyilván egyrészben kényszerből, de hát ez most hála Istennek, mert ugye a belföldi turizmus iszonyatosan megnövekedett. Ez a fajta tendencia, ez mutatkozik majd most is szerinted? Igen, továbbra is a belföldi turizmus erősödését fogjuk tapasztalni, mind a nyári szezonban, mind akár ősszel, hiszen alapvetően trend lett belföldön pihenni. Ha belegondolunk, felfedeztünk olyan területeket, hogy kevesen hallottak korábban erről, hogy Sopronban van egy taródi vár, ami nagyon izgalmas, mert egy bácsi építette fel magának, és jaj, de jó, ott a lővérek ölelésében, hogy van egy megyerhegyi tengerszem, amit meg lehet nézni, amiben gyönyörködni lehet, hogy van egy lebegő falu Magyarországon, hát milyen csoda, már kevesen hallottak róla, hogy megnézzük az igazi futóhomokot, vagy éppenséggel a fehéres homokot Sándor falvánál Szeged mellett. Hát korábban nem gondoltunk ilyesmire, mert beültünk az autóba, elmentünk Horvátországba, felültünk a repülőgépre, irány Barcelona. Hát most ezeket a gyönyörű tájakat elkezdtük felfedezgetni, elkezdtünk az őrség panzióiban pihenni, és ez a tendencia folytatódni fog. Ezeket az értékeket egyre inkább felfedezzük, és azt se felejtsük el, hogy azért itt a szolgáltatások is növekedtek. Tehát most azért már sokat tanultunk abban, hogy ha valaki elmegy egy turisztikailag felkapott helyre, vagy akár csak egy látványosság közelébe, ma már jobb szálláshelyeket talál, sokat fejlesztettünk, jobb panziókat talál, és egy picit az emberek is jobban érzik azt, hogy milyen élményekre van szüksége annak, aki mondjuk Esztergomból elindul, és fel akarja fedezni a Dél-Alföldet, vagy akár a Tiszatavot. Ez a fajta gasztrokultúra fejlődés, ez a fajta szálláshely fejlesztés azért látszik a mindennapokban, és emiatt a belföldi turizmus erős lesz. Júliusban, augusztusban azt jósolom, hogy jobb évet fogunk zárni, mint az elmúlt évek rekordjai. Tehát ez azt jelenti, hogy növekedni fog még inkább a belföldi foglalások száma és az elköltött pénzek száma is. Hozzáteszem, azért nagyon fog hiányozni az a sok-sok külföldi turista, akik korábban érkeztek Németországból, Ausztriából, Olaszországból, Oroszországból, Kínából az utóbbi időben egyre inkább. Főleg a budapesti hotelek, budapesti szállásadók azért ennek a kárvallottjai, ők biztos, hogy nagyon fognak hiányozni, egy picit azért gyógyír mindenre, hogy a belföldi vendégek pedig többet jobban fognak költeni, mert hogy korábban volt, hogy valaki elment külföldre, és mellette belföldön is pihent, most nagyon sok külföldi nyaralást ki fog váltani belföldi pihenés, és hát azt se felejtsük el, hogy az emberek egy része kevesebbet tud költeni, emiatt rövidebb úti célokat tervez, 3-4-5 napos kis nyári pihenéseket, nem feltétlenül 2 hetes tengerparti vakációt, ez is a belföld malmára hajtja a vizet, tehát valószínűleg a belföldi turizmus igen erős lesz a mostani szezonban. És hát ugye, ha a szezont is nézzük meg, ugye nagyon sokat beszélgettünk régebben arról is, hogy mennyire fontos az, hogy a különböző frekventált helyek ne csak a nyári szezonban, hanem ugye összetélen is kínáljanak olyan lehetőségeket, amik arra predeszinálnak bennünket, hogy ott több időt eltöltsünk, tehát hogyha már ezt nézzük, hogy a kényszer milyen amúgy jó, pozitív hatást is kiváltott itthon, ez gondolom egy további cél lesz majd, hogy ne csak a nyarat, hanem utána azért valamilyen szinten tudják tartani a hazai szolgáltatók a többi őszi-téli szezont is. Folyamatos ez a tendencia. Emlékezhetünk arra, hogy 5 évvel, 10 évvel ezelőtt még a Balaton az júliusban nyitott, és augusztus 20-án minden bezárt. A 20-ai utáni időszakban már lényegében senkit nem találtunk a partnál. Láttuk azt, hogy már a koronavírus járványt megelőző időszakban az augusztus 20-ai események egymást érték, fesztiválok voltak Zamárdiban, bornapok voltak az északi parton, és a többi, és lényegében végig egész augusztusban meg tudtuk nyújtani már a Balaton környékén a szezont, sőt, szeptemberben is megindultak az autók Budapestről, meg a nagyobb városokból. Sőt, azt is látjuk azt, hogy egymást érik a fesztiválok egy hagyományos időszakban a nagyobb településeken. Ha megnézzük Esztergomnak a program sorozatát, akkor, amikor nincsen pandémia, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt 15-20 évhez képest óriási fejlődött, rengeteg új dolog van, és az biztos, hogy ez ahhoz hozzájárult, hogy meg tudtuk tolni a szezont. Véletlenül ez tovább folytatódik, hát persze ehhez az is kell, hogy tudjunk fesztiválokat tartani, még hogyha be is kell bizonyos egészségügyi rendelkezéseket tartanunk, akkor is egyáltalán lehessünk együtt.
ha ez valóban megvalósul az augusztusi időszakban, már augusztus végén, szeptemberben, ahogy most nagyjából az egészségügyi szakemberek jósolják, akkor azt hiszem, hogy már komolyabb őszi szezonról is beszélhetünk belföldön. Így legyen, és bízunk benne, hogy azért egy kicsit erősödik ez a dolog, mert azért mindenkinek nyilván szüksége is van lelkileg is arra, hogy legalább, ugye ha itthon is, ahogy beszéltük, de legalább elmenjünk, együtt legyünk, kikapcsolódjunk, stb. No, hát köszönjük szépen, hogy ismét velünk voltál, aztán reméljük, hogy ismét majd egy pozitív fejleményről tudunk beszélgetni a következő alkalommal. Én is bízom abban, hogy szabadon tudunk már egy kicsit utazgatni most a nyári szezonban, és utána jó lesz az ősz, és aztán szép lassan egyre inkább fel tudjuk fedezni a világot, Magyarországot, meg önmagunkat. További kellemes tévézést kívánok mindenkinek! Ennyi volt a háttér, jövünk természetesen majd jövő héten is friss témákkal, akkor is tartsanak velünk, és hamarosan pedig indul az Egyenesben című politikai véleményműsorunk, ha tehetik, ott is tartsanak velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra! A műsor támogatta a Média Tanács támogatási program keretében.